Leginkább az idősek és az egyedül élők vannak kiszolgáltatva ennek a visszatérő trükkös lopásnak. Az átverésekre leggyakrabban a nyugdíj kifizetésekor lehet számítani, mivel ekkor sokan nagyobb összegű készpénzt tartanak otthon. A rendőrség tájékoztatása szerint, ha látszólag egyedül is van az elkövető, a legtöbb esetben az áldozat figyelmének elterelésében társak is segítenek. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főkapitányság illetékességi területén szerencsére nem nagy számban, de visszatérően jelentkező bűncselekmény, amikor bűnelkövetők magukat szolgáltatók munkatársainak kiadva felkeresik a 60 éven felüli idős állampolgárokat, közlik velük, hogy túlfizetésük van, hozták a túlfizetés összegét, ilyenkor nagy címletű pénzösszeget adnak át az idős személynek, és megfigyelik, hogy honnan veszi elő az idős személy a visszajáró pénzt, utána elterelik a figyelmét, és ellopják a megtakarított pénzt, ugyanis többnyire általában onnan veszik elő a visszajáró pénzt, ahol a megtakarításukat is tartják. Pál Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy a szolgáltatók semmilyen esetben sem visznek vissza az ügyfelek lakására készpénzt. A túlfizetést postai úton vagy folyószámlára utalva adják vissza, vagy levonják a következő számlából. A rendőrség szerint az ilyen lopásos bűncselekmények kis odafigyeléssel megelőzhetők. Szomszédok is figyeljenek oda egymásra, a fiatalabbak figyeljenek oda az idős rokonaikra, szülőkre, nagyszülőkre, illetve mi magunk is tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne következhessen be. Tehát lehetőleg ne tartsunk otthon sok pénzt, ha már mindenképpen muszáj, hogy otthon tartsuk, akkor lehetőleg ne egy helyen, de még jobb, hogyha falhoz vagy valami nehéz tárgyhoz rögzített, zárható kazettában tároljuk az értékeinket. Fontos továbbá, hogy a szolgáltatók munkatársaitól minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, mielőtt a lakásba engednék őket. Ha pedig bármilyen bűncselekményre utaló jelet észlelnek, azonnal kérjenek segítséget a 112-es segélyhívó számon.